Nagy szeretettel köszöntelek. A mai videóban az Isten képről lesz szó, hiszen Isten az embert a saját képmására teremtette, de az én személyes tapasztalatom, ami meg nem olyan fontos, az az, hogy de az ember is a saját képmására fabrikál magának Isten képeket. Szóval érdemes körüljárni egy picit ezt a témát. Nézzük meg először, hogy a Biblia milyen Isten képeket tár elénk, milyen Istennel ismertet meg minket. Hogyha az időben legrégebbi Isten nevet keresünk a Szentírásban, akkor az minden bizonnyal az Él elnevezés, amely tulajdonképpen a teljes szíriai, palesztinai, kánaáni, sémi, ugariti hitvilágnak, és hát a teljes palesztin mondakörnek, mindenfajta mitológiai irányzatnak, vagy irányzatban föllelhető Él, Il, Ilu, Alulu, rengeteg néven, és egyfajta főistenséget jelöl. Ebből képzi a Szentírás az Elohim elnevezést, amelyet némelyek az erő, némelyek pedig a félelem kifejezésből vezetnek le. Nagyon érdekes, hogy az Elohim név az többes számú alak. Amire azt szokták mondani, hogy hát persze, mert hát Isten mint teremtő, ő a világ királya, és hát ő királyi többesben szólítjuk meg. Aha, viszont az özönvíz történeténél azt olvassuk, hogy tulajdonképpen az özönvíz kiváltója, vagy oka az volt, hogy az Isten fiai házasságra léptek az emberek lányaival. Most ott a héber szövegben nem azt olvassuk, hogy Isten fiai, hanem azt olvassuk, hogy az Elohim lények. Na, azt nem tudjuk, hogy kik voltak, meg mik voltak az Elohim lények, de a történet arról tanúskodik, hogy amikor az ég és a föld összekeveredik, akkor Isten elpusztítja a világot. Tehát az úgy nem működik, és özönvizet bocsát a földre. Tehát az Elohim valószínűleg egy politeista maradvány az Ószövetségben. Egyébként nagyon sok ilyen van, mert a zsidóság viszonylag későn vált igazán és egyöntetően monoteistává. Ha őszinték akarunk lenni, akkor nagyjából a Krisztus előtti 7. században a Josia féle nagy vallás és kultusz reformnál ekkor írtották ki a zsidó hitből az úgynevezett idegen isteneket, tehát igazából ekkor szilárdult meg a monoteizmus a zsidóságban. Tehát itt van ez az Elohim elnevezés, és az Él az még nagyon-nagyon sok összetételben szerepel. El Shaddai, a hegy istene, vagy a hegy ura, hiszen a Sinai hegyen adta a szövetséget az Úr, tehát a hegy istenének tekinthető. El Elyon, fenséges isten, vagy El Olam, örökkévaló isten. Aztán megjelenik a Szentírásban egyszer csak a tetragrammaton, amit nem tudunk, hogy hogyan kell kiejteni. Jahvénak szoktuk mondani, de ez csak egy olyan találmány, hogy Jahvénak kell mondani. Ugye mások meg összekeverik a mással hangzóit az Adonai magánhangzóival, és ebből jön ki a Jehova, ami meg az ég egyet a világon semmit nem jelent. És ez a Jahve önmagában is, meg összetételekben is rengeteg helyen fordul elő és szerepel. Valószínűleg egyébként a Jahve vallástörténetileg a Széír hegyi Jevó viharistenség, egy lokális istenségből ered, és ez terjedt el Kánaán szerte, Palesztina szerte. Jahve Jire, mint a név, a gondoskodó úr. Jahve Shalom, a béke ura. Jahve Tzebaot, a seregek ura. Vagy Jahve Rói, az Úr az én pásztorom, vagy Jahve Citkénu, az igazság ura, igazságos úr. Tehát itt is nagyon-nagyon sokféle módon jelenik meg a gondoskodó, a harcos, aki agyon tud sújtani egy villámmal, vagy aki vezet, aki pásztorol, aki igazságos, jóságos, szerető, stb. És akkor átlépünk az Új Szövetségbe, ahol megtaláljuk a Theoszt, mint Isten nevet, egy általános köznévi alakban, ez az Elohimnak, az ószövetségi Elohimnak a megfelelője. Ott van a Kyriosz, mint úr, ami egy fejedelemségre, egy királyra szokták mondani, hogy egy ilyen Kyriosz, egy úr. Ott van a despota, a mester, ami egy ilyen hűbérviszonyt fejez ki, tehát én a tulajdona vagyok valakinek, a rabszolgája vagyok Istennek. És aztán jön Jézus, és elhozza az Atya, Abba nevet, a szeretet Istenét, aki, ahogy keresztes Szent Pál mondta, közelebb van hozzánk, mint mi saját magunkhoz, vagy a saját bőrünk hozzánk.
És ha most ez alapján nézzük meg, hogy milyen istenképet tár elénk a Biblia, akkor tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy, hogy a háborús Istentől kezdve, aki kiírt egy népet, vagy belebeszélti a fáraó seregét a Vöröstengerbe, vagy elpusztítja Ninivét, attól kezdve a bölcsességes, az örök, a fenséges, a dicső, a segítő, a pásztoroló, a vezető, az igazságos, a békésen át eljutunk oda, hogy Isten a szeretet. Istene, Deus caritas est. Tehát gyakorlatilag egy óriási szortiment van az Isten képpel kapcsolatban előttünk. És akkor hát persze fölvetődik a keresztény bibliaolvasóban, hogy jó, hát akkor melyik az igaz Isten? Hát persze, könnyen rávágjuk, hogy hát Jézus Isten fia kinyilatkoztatta, az Atya, ő a szeretet Istene, hagyjuk már ezt az egészet. Az én személyes tapasztalatom az, és ez persze nem sokat nyom alatban, hogy mégsem ilyen egyszerű a dolog. Mert hiába tanuljuk meg hittanon, vagy teológián, hogy ki az Isten, mégis azt látom, hogy fele barátaim Isten képe eléggé sokféle. És leginkább, ahogy én detektálni vélem, de hát ez csak egy személyes megérzés vagy elgondolás, leginkább a gyermekkor, a családi háttér, a szociokulturális környezet határozza meg, hogy a viharistenhez húz valaki, vagy a szerető Istenhez. Sokszor tapasztalom azt, hogy olyan híveknél, akik gyerekkorukban mondjuk nem kaptak elég figyelmet, törődést és szeretetet, ki tudja, talán posztnatális korban, vagy még később, ott egy bíráskodó, kemény istenkép az, ami uralkodik. Sokan büntetőként kezelik, büntető istenként, és el is várják tőle, hogy azokat, akik nem méltók az ő kegyelmére, azokat keményen meg is büntesse. Másoknál meg, akiknek meg igen rendezett és jó viszonyuk volt a szüleikkel, ott meg azt tapasztalom, hogy egy nagyon békés, szerető istenkép jelenik meg, és bontakozik ki, nem pedig egy ilyen élettől elrugaszkodott, keménykedő, macsó istenkép. Ha jobban belegondolok, akkor azt kell mondom, hogy a fundamentalista testvéreimnél látom leginkább azt, hogy a bíráskodó, haragvó viharisten képe jelenik meg. Egy olyan Isten, akinek csak akkor lehet megfelelni, hogyha valaki maradéktalanul és maximalista módon tartja meg a parancsokat, és kivétel nélkül mindent, és túl teljesítve. És a másik véglet pedig az, ami ma divatos, hogy hát a szeretet. A szeretet, mint egy ilyen egyetemes oldószer, olyan, mint az izopropil alkohol, azt szoktam használni ilyen ragasztó maradványok feloldására, meg némely fel. Tehát izopropil alkohol majdnem mindent felold. Na, ilyen a szeretet a kereszténységben. Minden leoldódik a szeretetből. És azt látom, hogy nagyon sokan már nem tartják meg a 10 parancsolatot, már nem akarják megtartani az Úr rendelkezéseit, hanem minden azt mondják, hogy szeretet. Szeretet, elfogadás. Úgy van jó, ahogy vagy. Csak szeretet legyen, akkor minden van. Sőt, teológus tollából is láttam leírva, ki is esett mind a két szemem, hogy ahol a szeretet, ott van az Isten. Iszonyú félreértés és tévedés. Nem. Deus caritas est, az Isten a szeretet, mondja a Szentírás, és ez nem felcserélhető. Tehát ez meg a másik véglet, amikor valaki takarónak használja az igét azért, hogy saját magát visszaigazolja és elfedje a valódi életformáját. És a két véglet között, talán ez a két véglet. A fundamentalizmus, teljesen mindegy, protestáns vagy katolikus, és a másik véglet pedig ez az ultralipsi kereszténység, hogy csak szeretet legyen és semmi más nem érdekes. Na, e között lövi be mindenki valahol magát, és szerintem nagyjából az szerint, hogy milyen viszonya volt a szüleivel, az apjával, anyjával való viszonya, mennyi szeretetet kapott, mennyit nem kapott meg, és a többi, és a többi, és a többi. És akkor most már tényleg föl kell tennem azt a konkrét kérdést, hogy jó, de akkor milyen Istent képzeljünk el magunknak. És itt van a lényeg.
hogy ezek az istenképek, amiket a Szentírás elénk ábrázol, ezek meglehetősen antropomorf, emberarcú istenképek. Emberek szoktak így viselkedni, hogy bölcselkednek, vagy fenségeskednek, vagy békések, vagy haragvóak, vagy csapkodnak, dühöngenek, őrjöngenek, ilyenek, olyanok, amolyanok. És ezt szoktam testvéreknek javasolni, magamnak is, hogy próbáljunk meg ne elképzelni egy istenképet. Mert az valójában nem Istenről fog szólni, hanem arról, hogy találunk a Szentírásban egy olyan leírást, egy olyan igehelyet, egy olyan ábrázolást, amihez a magunk hozott pszichés hátterét jól hozzá tudjuk tapasztani, fölkapjuk ezt az istenképet, ahogy sokan így igehelyeket kapkodnak föl, és azzal igazolnak sok mindent, és azt fölkapjuk, és akkor azt mondjuk, tehát ilyen az Isten. Nem. Nem olyan. Nem ilyen, nem olyan, nem olyan. Hogy tudná vajon az ember elképzelni a végtelent? Hogy tudná az ember elképzelni azt, aki idő és tér fölött áll? Hogy tudom én elképzelni a tökéletest? Sehogy. El kell képzelnem nekem a tökéletest? Nem. Az Isten ismeret a keresztény ember számára nem azt jelenti, hogy statisztikai súlyozásokat hozok létre Istennel kapcsolatban, vagy van egy formulám Istenre, vagy matematikailag megpróbálom leírni Istent, hanem az Isten ismeret leginkább azt jelenti, hogy megpróbálok találkozni vele. Személyes kapcsolatba lépni vele. Tehát ha mi találkozunk az utcán, és elkezdünk dumálni, én nem fogom tudni megmondani, hogy te ki vagy, de te se fogod tudni megmondani az együttlétből, hogy én ki vagyok, viszont együtt voltunk. Az igazi Isten ismeret az a személyes kapcsolat. És teljesen mindegy, hogy tudjuk-e, hogy milyen Isten, vagy nem tudjuk. Szóval milyen az igazi istenkép? Szerintem az igazi istenkép, a legjobb istenkép, az semmilyen. Nem képzeljük el. Hanem elfogadjuk azt, hogy ilyennek is, meg olyannak is, meg amolyannak is lehet látni, és megpróbáljuk a találkozásban, a szentmisén, a szentségben, az imádságban, az imaliturgiában megélni a vele való közösséget, nem pedig a saját hozott pszichés dolgaink alapján súlyozni őt, és kiábrázolni. A lelki-spirituális út szerintem egyik fontos állomása az, hogy az ember megpróbálja levakarni Istenről azokat a ráaggatott rajzokat, festményeket, fotográfiákat, emlékképeket, amiket a saját családi élete és a gyermekkora alapján ráaggatott. Tehát a fantáziánkat le kell mosni azzal a jó kis izopropil alkohollal Istenről, hogy valóban vele találkozhassunk, ne pedig a saját képzeletünk termékével. Nem tudom, hogy ezzel a videóval segítettem-e valakinek, de próbáld meg eloldani a gondolkodásodban Istentől bármiféle elképzelésedet. Próbálj meg mindenfajta képzetet vagy elképzelést elvonatkoztatni Istentől, és a személyes találkozást keresd. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Isten áldjon!